itthon Erdélyben. Jó napot kívánok, Sármási Bocskai János köszönti Önöket. Ezen a vasárnapon a Maros megyei Vámosgál falvára kalauzoljuk hallgatóinkat. A település községközpont hozzátartoznak Szőkefalva, Erdőalja és Kükülőpócs falva is. Dicsőszentmártontól 5 kilométerre, Marosvásárhelytől 30 kilométerre, a Kiskükül mindkét partján és a Bedepatak völgyében fekszik, domboktól körülvett festői környezetben. Lakói 700 évvel ezelőtt a falu mai helyétől nyugatra telepedtek le, amit leletek bizonyítanak. A honfoglalás után ezt a területet az Árpádok birtokolták, majd a 10. században a Gyulák kezébe került. Saroltnak, Gyula fejedelem lányának, Géza fejedelem özvegyének kijelölt szállás területe volt, ahol a nyári és téli udvarhelyeiket tartották. Lakói a falu jelenlegi helyére az 1241-es első tatárjárás elől menekülve telepedtek le. A tatárjárás, mint mindenhol, itt is komoly pusztítást okozott, melynek következtében felerősödött a település szász jellege. A település első írásos említése 1302-ből származik, Possessio Gálfalva néven. Névadója 1314-ben Gál Comes, azaz Gálfalvi Gálispán, vagy ennek egyik közeli felmenője lehetett. A jelenlegi Vámosgálfalva nevet az előző századfordulón kapta, amikor az akkori földbirtokos, a köztiszteletnek örvendő Dániel Elemér fahídat építetett a Kiskükülőn át. Mivel a fahíd a Dániel család magántulajdonát képezte, hídvámot szedtek azoktól az idegenektől, akik át akartak menni. A jelenlegi hidat 1931-ben építették fel a falu lakói, ezért ők nem fizettek vámot. A híd mellé vámházat építettek, ahol a mindenkori vámos lakott, ma virágüzlet áll a volt vámház helyén. Évszázadokon át Gálfalva több földbirtokos tulajdona volt. Feljegyzések szerint 1379-ben Bolyai Tamás tulajdona, akinek leszármazottja a két híres tudós professzor, Bolyai Farkas és Bolyai János. Az első világháború előtt Dániel Mihály a falu földbirtokosa. Tőle örökölte fia az említett Dániel Elemér, aki az első világháborútól 1949-ig segítette, szervezte és irányította a vámosgálfalvi fölművesek tevékenységét. A Dániel családnak köszönhető az előbb említett híd, a vízimalom, birtokukra épült román ortodox templom és a jelenlegi kultúrotthon. 1849. január 16-án és 17-én Gálfalva a szabadságharc egyik csatájának színhelye. A Bem József lengyel és Puckner Antal császári tábornok vezette csapatok közti harc a császáriak gyors visszavonulásával végződik, így Bem tábornoknak és csapatának szabadút nyílik Nagyszebenig. Vámosgálfalván ma is él a csaták emléke. A kisebb csata az Ördöngös hídnál volt, a másik csata sorsa a Bogácsi völgyön belül a magyarsárosi határban lévő erdő kiterjedt szép tisztásán dőlt el. Mivel a magyarok ebben a csatában győztek, azt a helyet ma is Magyar mezőnek nevezik. Az elhaltak emlékére Gálfalván a Cseredom tetejére állítattak három sírkövet. Az első kőre Schneider Eduard neve, föléje pedig egy ökölbe szorított kézpár van bevésve. A két világháborúban nagyon sok embert veszít el a falu. A második világháborúban a község területén elesett katonák az ortodox templom mellé vannak eltemetve. Vámosgálfalván az 1990-es évek elején a református templom előtt emlékművet emeltek az 1849-es csata és a két világháború hőseinek emlékére. Itt emlékeznek minden év március 15-én és októberében a helybeliek. A közösség első temploma 1332-ben már állott, később ismeretlen okokból leégett. 1784-ben Kónya Ferenc lelkipásztor szolgálata idején építették a másodikat. Ennek a közben megroskadt templomnak a tornyához épült a harmadik templom. A ma is álló templomot 1911-ben Tóth László lelkipásztor szolgálata idején építették a gyülekezeti tagok adakozásából, gyűjtéséből. A templom orgonáját Bodor Péter építette 1830-ban.
A kis harangot 1677-ben, a nagy harangot 1896-ban öntötték. A Fogarasi Sámuel általános iskola ma is hangos a gyermekzsivajtól, bár létszámuk egyre csökken. A magyar és román tagozaton tanuló gyermekek jó körülmények között felkészült pedagógusoktól sajátíthatják el a tananyagot. Ez a harmadik templom a Vámosgál falvának, sajnálatos módon a talaj ott nem eléggé szilárd. Falunk ki van épülve, szépen rendben van, nem az, mint amilyen volt a mi fiatal korunkban. A nőszövetség itt nagyon rég megalakult, és istentiszteleteken, ünnepekkor mindig énekével is szolgált. Én igyekszem, hogy a saját erőmből állítsam elő a javaimat, ezért nem gondolkoztam azon, hogy pályázatokat célozzak meg. Ebbe a faluba hívjuk hallgatóinkat, ha tehetik, rádiózzanak velünk. A zenei betéteken Bárdosi Ildikó énekel. Összeállításunk második részét közvetítjük. Szabó István János vagyok, a Vámosgálfalvi református lelki pásztor. Mióta pásztorolja a református híveket itt Vámosgálfalván? Decemberben múlt 3 éve, hogy ide kaptam meghívást Vámosgálfalvára, és azóta családommal együtt örömmel végezzük azt a feladatot, amit úgy érzem, hogy Istentől kaptunk meg bizatásként. 2 évet Szászrégenben voltam segédlelkész a teológia elvégzése után, utána pedig 7,5 gyönyörű esztendőt töltöttünk a mezőségen, Magyar Palackán, egy sok mindenről híres, főleg néptáncáról és népzenéjéről híres közösségben, egy jó összetartó kicsi magyar közösségben. Bizonyára másabbak a vámosgálfalviak, a kisküküllömenti emberek, mint mondjuk a szászrégeni vagy a magyar palackai. Igen, mindenképpen különbség észlelhető, viszont ami
öröm számomra, hogy ugyanolyan lelkesedéssel fogadták a szolgálatomat, ugyanolyan lelkesedéssel fogadták az igét, ugyanolyan lelkesedéssel álltak oda a közmunkákhoz, és az is volt az érzésem, hogy igazából nem is jöttem én messzire, mintha csak a szomszéd faluba jöttem volna, noha 120 kilométer választ el, mert ugyanazok a feladatok vannak, az embereknek ugyanazok a küzdelmei, nehézségei, természetesen sok a különbség, itt több a magyarság, itt nem a megmaradásért kell annyira küzdeni, nem kell magyar órákat tartanom iskola után a gyermekeknek, hogy írni, olvasni megtanuljanak, de nagyjából, ami a lelkipásztori szolgálatot illeti, ugyanazok a feladatok, ugyanazok a nehézségek, ugyanazok az örömök a szolgálatban. Úgyhogy úgy érzem, hogy csak egy nagyobb gyülekezetbe kerültem, ahol sokkal több a munka, de minőségében majdnem ugyanaz. Nagyon sokan vannak a reformátusok? Mert én úgy tudom, hogy zömében reformátusok lakják Vámos Gálfalvát. Igen, Vámos Gálfalva magyarsága zömében református, 1000 lelket tartunk nyilván, tehát egy nagy gyülekezetnek mondható, és ebből az 1000 lélekből nagyjából 300-400 lélek, aki aktívnak mondható, akik legalább nagy ünnepeken megjelennek Isten tiszteleten, tehát egy jó arány és egy jó templomos gyülekezet a Vámos Gálfalvi. Milyen a hitélet? Otthon is gyakorolják a hitet, vagy ez kimerül a vasárnapi istentiszteletekben? Én úgy érzem, hogy otthon is, és családlátogatásokkor meglepetésekkel találkozik az ember mindegyre. Olyan 81 néhány éves nénivel találkoztam, aki önmagától olyan imádságot mondott, vagy az úrvacsorai beszéd után még úgy összefoglalta gondolatait egy imádságban, hogy hirtelen úgy éreztem magam, ő kellene legyen a lelkipásztor, és én kellene az ő ágyán üldögéjek. Nagyon sokan olvasnak szentírást. Idén kiosztottuk a Bibliaolvasó kalauznak, 70 példányban kinyomtattam és kiosztottuk a programját. Nagyon sokan bekapcsolódtak, fiatalabbak is ennek a programnak a követésébe, és én úgy érzem, hogy nem csak a templom falai között van a hitvalló élet, hanem nagyon sokan, főleg az idősebb korosztály, és azon igyekszünk, hogy lassan a fiatalabb is megtanulja, megszokja azt, hogy nem a templomban kell a hitünket megélni csak, hanem ahogy az imádság is mondja, hogy házunkba jöjj el velem, tett templomoddá Istenem, az otthonunk is templommá váljon. A bibliaóra az hetente van? Hetente tartunk nőszövetségi bibliaórát, vasárnap délelőtt délután istentiszteletet, nagy az érdeklődés. Nyári időben egy kicsit alább hagy, nyári időben kevesebben jönnek, de még mindig úgy érzem, hogy jó lelki élet van a gyülekezetben. Természetesen ideérkezésem után nagyon fellendült az egész gyülekezet, úgy a közmunkák terén, mint a templomlátogatás terén. Hétfőn már alig vártam, hogy újra vasárnap legyen, hogy láthassam a tömve megtöltött templomot, és lássam az emberek arcán az érdeklődést, a kíváncsiságot. Most már nagy ünnepeken van annyira tele a templom, hogy szinte minden ülőhely megtelik, de átlagos vasárnapokon is 150 az a létszám, ami a legkevesebb. Tehát 150-en legalább részt szoktak venni az istentiszteleten. Nagyon sok református lelkész azon panaszkodik, hogy a fiatalságot kikonfirmálják a templomból, legalábbis egy időre. Ez mennyire jellemző Vámos Gálfalvára? Ezt sajnos szinte mindenhol megéljük. Jó magam, most már az egyház megyének is ifjúsági előadója lettem, megválasztottak, és ezt tapasztalom úgy Vámos Gálfalván, mint más gyülekezetekben. Nem lehet azt mondani, hogy teljesen kikonfirmálnak. Marad néhány százalék, marad néhány lelkes ember, akik azután is jönnek. Nagyon sokat függ szerintem attól, hogy konfirmálást vizsgaként fogják fel, és vizsgáztat a lelkész, vagy pedig már a konfirmálás előtt kialakul egy olyan hangulat, nálunk is próbálom bekapcsolni őket az ifi életébe. Az elején főleg kíváncsiságból, hogy új lelkipásztor van, nagyon sokan vettek részt. Az ifin 35-ön is jöttek, és azt hittem, hogy itt egy nagy csodát élünk meg. Aztán itt is most 10-15 az aktív tagok száma az ifiben, és sokan jönnek úgy, hogy konfirmálás után is ott maradtak, de legtöbbjük bizony még úrvacsorát venni sem nagyon jön el, aztán valamikor csak visszajönnek,
de sokat beszélgettünk lelkésztársaimmal, és azt mondtuk, hogy ha nem engedjük el, úgy, ahogy a család is el kell engedje, ez a serdülőkorral jár, hogy el kell őket engedni, majd visszajönnek ők szépen, reméljük, imádságos lélekkel kísérjük őket, és várjuk őket vissza, de megtiltani, vagy megparancsolni, hogy ne menjenek el, és itt maradjanak, ezt nem lenne egy észszerű dolog, főleg a 21. században. Énekkar van, a nőszövetségi tagok azok alkalomatán énekelnek? Szeretnének énekelni? Mindkettőre igen a válasz. A nőszövetség itt mindig is nagyon rég megalakult, és istentiszteleteken, ünnepekkor mindig énekével is szolgált, és az az érdekes szokás alakult itt ki, hogy minden vírasztóban, minden temetésen ott van a nőszövetség, és énekelnek. Tehát, hogyha az elhunynak hozzátartozói nincsenek, vagy kevesen vannak, vagy nincs nagy rokonsága, akkor is az ének az nagyon jól megy. Van egy nagyon ügyes kántorunk, aki kántortanítóképzőt végzett, ő irányítja úgy a nőszövetséget, mint az énekkart. A magvető kórus 2007-ben, 2008-ban alakult, akkor még nem voltam itt, és számos kórus találkozóra eljárunk, külföldön is, Magyarországon is szolgáltunk már. Ahogy ide kerültünk, tagja lettem én is, úgy, mint a feleségem is, és nagyon jó a hangulat a kórusban, úgy érzem, hogy egy jó kórus, és reméljük, hogy még jelentkeznek új tagok is, még megkedvelik ezt a fajta közösséget is. Ünnepekkor is mindig szoktunk a kórussal is énekelni, illetve a szászrégeni gyülekezeti életből merített tapasztalataimmal, és annak alapján, hogy ismerem az ottani Piccolino gyermekkórust és annak a vezetőjét, javasoltam a kántorunknak, hogy legyen nekünk is gyermekkórusunk. Másfél éve megalakult a gyermekkórus, ők is nagyon ügyesek, most már ifjúsági együttesünk is alakult, most legfrissebben a hangszeren tanuló gyermekekből egy harmónia együttes is alakult, úgyhogy nagyon sok csoport van, és ima héten is, vagy a sátoros ünnepek 6 alkalmával is, minden estére, vagy minden alkalomra gyülekezetünk egy-egy csoportja, egy-egy kórusa szolgál, énekel, és ez valószínűleg vonzóbbá teszi a gyülekezeti tagok számára is, hogy a templom ajtaját benyissák, és eljöjjenek. Műsorunkat a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen. Általában a nőket lehet könnyebben megmozgatni. Itt a férfiak is járnak a kórusba? Vagy a fiúk is járnak az ifjúsági kórusba? Igen, a kórusban az az érdekes, hogy szinte többen vagyunk férfiak, mint nők. Nem tudom a magyarázatát, hogy miért. Nőszövetségi tagok viszont nem járnak a kórusba, tehát ha őket is oda számoljuk, hogy ők egy külön kórus, akkor csak a nők vannak többen. A gyermekek közül is vannak fiúk is, ott viszont többen vannak a lányok. A református egyházközségnek van gyülekezeti lapja is, a Vágány című lap. Ezt ki készíti? A lelkész dolga jó részt, jó segítséggel van a feleségem, illetve a gyülekezetből van 2-3 személy, akik egy-egy esemény után szoktak egy összefoglalót, élménybeszámolót írni, és azt is leközlöm. Én református kollégiumban jártam Sepsiszentgyörgyön, számítógépes szövegszerkesztést tanultam, és annyira megfogott ez, hogy úgy szász régenben, mint Magyar Palatkán, mint itt is, minden hónapban kiadom a gyülekezeti lapot, szász régenben természetesen a principális lelkipásztorral, azóta pedig én vagyok a szerkesztője, és nagy örömömre szolgál, ha azt mondták volna a Vámos Gálfalviak, hogy nincs szükségünk gyülekezeti lapra, az nekem egy arculcsapás lett volna. Megtapasztaltam Magyar Palatkán, hogy mekkora áldása van ennek az újságnak. Mindig feltöltjük internetre is, az egyházkerület honlapjára is felteszik ezt az újságot. Most már a 37. lapszám jelent meg, ez azt jelenti, hogy 37. hónapja vagyok én Vámos Gálfalván, és ebbe az újságba beleírunk mindent, ami a gyülekezetben történik, tehát így vissza lehet nézni, majd nekem is jó, hogy visszanézem egy ilyen historia domus egyházi nyelven a háznak, az egyháznak a története. Minden, ami történik, az megjelenik benne. Az ifjúság néhányan beleírnak egy-egy cikket, de az ifjúságnak is volt külön ifjúsági lapja, amit szintén én indítottam be, de azt mondtam, hogy ezt ti írjátok, fiatalok, ha nem írtok, nem lesz. És 15 lapszám jelent meg a Wifi-ből, Vámos Gálfalvi Ifi,
a karácsonyi lapszám óta még nem gyűlt össze egy újabb lapszámra anyag, tehát az nem havonta jelenik meg, hanem alkalomszerűen, amikor annyi írás összegyűl. A vágányról felejtettem el, vagy fontos lenne, hogy elmondjam, hogy mitől lett vágány. Gondolkoztunk az újság nevén. Vámos Gálfalvi Református Egyházközség hírvívője, vagy gyülekezeti lapja, ez így hosszú. És akkor úgy bevillant, hogy Vámos Gálfalvi nyomtatványok, vágány. És emiatt lett vágány a neve, de az is benne van, hogy Jézus az út, az igazság és az élet. Hát ha nem úton, akkor legalább egy vágányra álljunk be, és úgy menjünk feléje, próbálja ez a vágány Isten dicsőségét is szolgálni, tehát lelki eledelt is, nem csak történelmi vagy egyház történetben később fontos eseményeket, hanem lelki eledelt is próbálunk nyújtani az olvasóknak. A községnek is van egy lapja, a Vámos Gálfalva község krónikája. Össze tudnak-e dolgozni a két szerkesztőség? Felkértek most karácsony előtt is, hogy minden lelkipásztor, aki hajlandó, írjon egy visszapillantót vagy előretekintést 2017-re. Tehát, hogyha felkérnek, akkor nagyon szívesen segítünk, de nem szenvedünk anyaghiányba, forráshiányban. Egyrészt, mert annyi minden történik, hogy itt havonta van, amivel az újságot megtöltenem, és a Vámos Gálfalvi Község krónikájában szintén egy fél év alatt annyi minden összegyűl. Azt mondhatom, mint Vámos Gálfalvi lakos most már, hogy annyi minden és annyi jó dolog történik ebben a községben, hogy nem lesznek üresek ezek a lapok. Amellett, ami gyülekezeti lapunk, attól függ, hogy éppen mennyi minden történt, vagy 8 oldalas, vagy 12, vagy 16 oldalas, itthon nyomtatom nyomtatóval, teljesen rajtunk múlik a gyülekezeten, hogy érdemes nagyobb oldalszámban megjelentetni, vagy kisebben, mindig annyi jelenik meg, amennyire szükség van. A református templom kint van a domb tetején, nem messzire a parókiától. Milyen régi ez a templom, tiszteletes úr? 1911-ben építették. Ez a harmadik templom a Vámos Gálfalvának. Sajnálatos módon a talaj ott nem eléggé szilárd, és 1910-ben, 9-ben összeomlott a második templom. A torony 1700-as évekből épen maradt, viszont a templom összeomlott. Nemrég kerültek a kezembe a papírok, az egész magyar református egyházhoz, tehát magyarországi gyülekezetekhez is segélykérő levelet intézett a Vámos Gálfalvi akkori lelkipásztor Tóth László, és érdekes megnézegetni, hogy melyik gyülekezetek hogy válaszoltak, 20 koronát, 10 koronát adtak össze, és úgy tudott felépülni 1911-ben ez a templom. Sajnos azóta már több nagy javításon is át kellett essen, a legutóbbi 2008-ban volt, amikor speciális gyantát kellett fecskendezni a föld alá, hogy megtartsa a repedező, süllyedő falakat. Ha tavaly hívtuk vissza ezt a céget, mivel még jótállási időben volt, és újabb repedések jelentek meg, újabb mennyiségű ilyen speciális gyantát fecskendeztek be a falak alá, bíztatnak, hogy most már nem fog tovább repedni, de mivel olyan a talaj, nem hiszem, hogy ez nagyon sokáig tartana. Remélem, hogy legalább 50-100 évig nem lesz szükség komolyabb javításra, de sajnos ahol a legszebb helyen van, és ami tényleg legmegfelelőbb lenne most is, ha egy új templomot akarnánk építeni, pont ott a hely nem megfelelő építészeti szempontból. Egyáltalán lenne olyan hely, ami mondjuk magaslaton is van, szép impozáns, de ilyen gondok nincsenek, hogy mozog a talaj. Kisküküllő mentén különösen Vámos Gálfalva ilyen építészetileg alkalmatlan hely. Láttam nemrég a Maros megyei tanács készített egy ilyen felmérést, és a négy vidék egyike vagyunk, Dicsőszentmárton, Vámos Gálfalva, ahol a talaj nem annyira jó. Valószínűleg nem találnánk ennél jobb helyet, de adja Isten, hogy ne kelljen újraépítsük a templomot, semmi, se a gyermekeink vagy az unokáink. De bizonyára nem csak a templomot fenyegeti ez a veszély, hanem a lakóházakat is. Nagy gondokat egyelőre nem hallottam, nem tapasztaltunk. A régi parókia 1700-as években épült itt az új parókia alatt, a főút mellett majdnem,
és nincsen rajta még repedésnek jele sem. Nem tudom, a templommal vannak csak a gondok, és még több helyen hallottam, hogy a templom, mivel nagyobb építmény, mivel régebb épült, mivel annak idején nem betont használtak az alapban, a templom van ennek kitéve, ennek a veszélynek. Hány férőhelyes? Kipróbáltuk már, 450 személy le tud ülni a templomban. Több nagyobb méretű rendezvényt is volt alkalmunk fogadni. Maros megyei nőszövetségek régiós konferenciája volt itt az elmúlt év szeptemberében, és 420 személy biztos volt a templomban, aki ült, 450 is talán, és megszámoltuk mi az ülőhelyeket egy kórus találkozó alkalmával, tehát 400 ülőhely van, de mindig szoktunk padokat is betenni, amikor szükség van. Tehát az egész gyülekezet nem férne be, hogyha mind az ezren eljönnének, de azt a csodát lehet, hogy nem érjük meg. Tiszteletes úr, orgona szól az istentiszteleteken? Elektromos orgona van ez a modern kis hangszer, mert még nem volt anyagi alap felújítatni az 1830-ban épült Bodor Péter orgonát. Kibéden van még Bodor Péter orgona, aki a zenélők utat is építette Marosvásárhelyen, ott gyönyörűen felújították 2 éve. Nekünk egyelőre ravatalozóházat kellett építeni, épületeket megjavítani, de tervben van prioritás, és nagyon szeretnénk eredeti állapotába restaurálni, illetve teljesen működőképessé tenni ezt az orgonát, annál is inkább, mert a kántorunk nagyon jó szakember, és nagyon jól játszik. Jó lenne, hogy olyan szakembernek, aki tud is játszani, olyan hangszer legyen a keze alatt, amivel valóban szépet és építőt lehet produkálni. Műemlékké van nyilvánítva az orgonájuk? Nem tudok róla. A templom meg főleg nem műemlék, hogy csak most épült, de az orgonáról sem tudok, hogy műemlékké lenne nyilvánítva. A szószék korona az egy idős a templommal? A szószék és a szószék korona jóval régebbi, a második templomból maradt meg, 1700-1800-as évekből származik. Hány harang szól a toronyban? 2 harang, és a nagy harang 1492-es, a kis harang pedig 1677-ből származik. Örülünk, hogy ez megmaradt, örülünk, hogy nem vitték el a háború idején, sehol nem hallottam még 1500 előtt készült harangról, itt nálunk még most is működik, meg van vásva, néztem, hogy fennáll a veszélye, hogy szép lassan majd elhasad, mint minden, amit sokat használnak, de még működik, és még nincs rajta repedés. A Marosvásárhelyi Rádióban faluműsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal. Híres a Vámosgálfalvi csata. Mennyire tudják az itt élők, hogy mi zajlott itt régebben? Minden március 15-én és július végén szokott lenni ünnepi műsor, megemlékezés, önkormányzat, iskola, egyházközség közösen szervezi a templomban, és mindig egy irodalmi műsorral emlékeznek meg a 48-as forradalom és szabadságharcról, annál is inkább, mivel büszkék a vámosgálfalvi ütközetre. 1849. január 17-én reggel egy nagy csapást mértek be még az osztrák seregre, megfutamították őket szó szerint. Ez az egyik nagy büszkesége nem csak Vámosgálfalvának, hanem itt az erdélyi magyar történetírásnak a 48-as forradalommal kapcsolatosan. Egy emlékmű van a templom előtt, ami ezt hirdeti, egy turulmadár van az emlékművön, és azt mindig az ünnepély után meg szoktuk koszorúzni. És sokan tudni vélik, hogy hol itatták meg a lovukat is. Igen, nekem is mondták, hogy megmutatják azt a kutat, ahol Petőfi megitatta a lovát. Már 2féle kutat is mutattak, de a faluk útjánál volt, lehet, hogy pontosan már nem lehet tudni melyik kút, de mindig emlegetik, hogy itt itatta meg Petőfi a lovát. Thank you.
mikrofonunkkal felkerestük Keszeg András bácsit is. Milyen itt az élet Vámos Gálfalván, Keszeg úr? Nálunk az élet meglehetős. Itt olyan népek laknak, akik munkás népek, dolgozó népek, hűségesek, és a falunk elég jó állapotban van a mindenekkel, ami a falunkat illeti. Dolgozni ki tudja, amit most nem tudunk. Én például nem tudok, mert nyugdíjas vagyok. Aztán akiknek állatjuk van, állatgondozók, azok még foglalkoznak kinti munkákkal is. Itt nincsenek állatok? Itt nekem most nincsenek. Voltak eddig, de most elég volt. Nem bírja erővel, vagy nincs már kereslet a termékre, és egyre nehezebb az értékesítés, vagy miért kellett feladni? Nálam nem is éppen az, hogy erő vagy türelem. Szerettem az állatokat, szerettem a mezőgazdaságot, de most azt számítottam, hogy amennyiben a 80 évet betöltöttem, vetettem azt, hogy elég volt a nagyobb fizikai munkánkból. A feleségem, ő is nyugdíjas, és itt még hallgassuk a rádiót, nézzük a televíziót, és ilyen mindennapi kisebb munkákkal. Senki meg nem mondaná, hogy 80 éves, 10 évet legalább le tudna tagadni a korából. Ezt még mondták mások is, hogy nem mutatom, de érzem azt, hogy meghaladtam a 80 esztendőt. Itt élt el az életét Vámos Gálfalván? Vagy azért voltak periódusok, amikor el kellett hagyni a települést? Nem, én itt születtem, itt nőttem fel, és innen jártam munkába a közeli Dicsővárosba, a vegyi kombinátba. Onnan jöttem nyugdíjba, és így mai napig Vámos Gálfalvi vagyok. Milyen volt a falu gyerekkorában? Mert ma, ha végigvonulunk, mi látjuk a változást már 90 után, de bizonyára másképp nézett ki a település, mások voltak az emberek 80 évvel ezelőtt, vagy 70 évvel ezelőtt. A különbség nagy az akkori időszak és a mostani közt. Sokszor elbeszéltük a feleségemmel, hogy milyen időszakok voltak a mi fiatal korunkban, de örvendünk, hogy javult minden. Falunk ki van épülve, szépen, rendben van, mindenképpen, semmiképpen nem az a mi falunk, mint amilyen volt a mi fiatal korunkban. Régebben milyen hagyományok voltak itt Vámos Gálfalván? Mert egy szőlőtermő vidéken vagyunk, itt hagyománya van a szőlőtermesztésnek, a borkészítésnek, de bizonyára még nagyon sok más hagyomány is élt itt a faluban. A főbb hagyomány, ami erős volt a mi falunkban, a mezőgazdaság. Aztán a szőlőtermesztés is nagyba ment, ami jó fiatal korunkban, amíg a szőlőtelepek nem voltak elkobozva. Abban az időben is elég szép szőlőtermés létezett itt a gálfalvi határban. Nagyon szép szüretek mentek abban az időben végig a szőlőhegybe. Akkor egy olyan, mondjuk nem is éppen törvény volt, hanem egy olyan megszokottság volt, hogy amikor szüret volt, akkor mindenki ugyanazon a napon ment szőlőt szedni, szüretezni. Nagyon szép volt. Abban az időben volt egy jó csoport, cigánzenész Vámos Gálfalván, kettő is volt, és a szőlőhegyünknek, amilyen fekvése van, a két széléről összejöve zenéltek a zenészek. Még olyan alkalmak is voltak, hogy még tánc is kikerült, mert szüretkor egy kis italt, egy kis kalácsot, meg ezt, meg azt vittek ki, és nagyon szép volt abban az időben az élet. És nem csak szüret idején volt tánc, hanem gondolom olyan nagy ünnepekkor is. Abban az időben, visszatérve a fiatal korunkhoz, minden áldott vasárnap tánc volt a fiatalságnak, de nem ilyen diszkó valami, hanem szép magyar tánc, délután is volt, és este is volt, ahol a fiatalok szórakoztak. Önök a Falu Világa című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen. Jó énekes közösség volt a Vámos Gálfalvi? Vagy ma is szeretnek énekelni? Hát hogy de Gálfalván valamikor volt egy hatalmas nagy korus, ami első díjakat megnyert, és aztán hova tovább ment, azért ment ez a dalárda, ami abban az időben volt. De azután is még mind voltak szép mulatságok. A lakodalmak abban az időben
szép kísérettel mentek a falon fel, a két vöfőpáca két felül lobogott, a zenész zenélt, a népek énekeltek, most egy kicsit csendesebben megy a lakodalom, mert nagyon már nem énekelnek, a két vöfőpáca eltűnt, tehát menjen szép most is, de nem úgy, mint abba az időbe. De ma már nem is arról szól az egész lakodalom, mint mondjuk az ön gyerekkorában. Hát nem, semmiképpen nem. A lakodalmak a mai helyzetben szépek, nagyon szépek. Sok szép, ügyes nép összegyűl lakodalomra. Nagyobb lakodalmak is vannak most, mint abba az időbe, és zajlik minden szépen. Azt mesélik a településen, hogy divatban volt itt a kalákázás, ha valaki épített, akkor a falu segítette, ha mezőgazdasági munka volt, társultak, egyszer az enyémet, aztán másnap a másikét végeztük el. Ma éle ez a közösködés, vagy most már nagyon sok a mezőgazdasági gép, és mindenki megpróbálja megoldani úgy, ahogy tudja. Régebben a kalákázás az megvolt, mert tényleg nem volt annyi gépesített munka, és összefogóbbak voltak a népek, de a munkálatok is másképp mentek. A gépek a mai helyzetben sok minden régiséget kivettek a népnek a kezéből, de ezt tudom mondani, hogy azért a gépesített munka jó. Jó, de kényelmesebbek lettünk mi, meg úgy távolodunk egymástól. Igaz, hogy a távolodás is ez tette mondjuk, de én nem is tudom, hogy mi alakult ez így ki. Talán azért, hogy televíziók lettek, rádiók lettek, már mi időnkben sem televízió, sem rádió nem volt abban az időben. Össze voltunk szorulva, hogy itt csak akik tudtunk beszélgetni, szomszédok, barátok, ez volt a disztrakció abban az időben. De most gondolom, hogy ez köti le a népet, hogy nézzük a televíziót, még elmegyünk a templomba, hazajövünk, elbeszélgetünk, de azért az nincs meg, hogy azért ne lenne meg a közmunka vagy a társas munka, hogy rosszak vagyunk, vagy nem akarnunk. Valahogy ez a mai helyzet így hozta ki, akaraton kívül. A férfiak összejárnak, vagy kiülnek a kapuba megbeszélni a világ baján, vagy erre már nincs idő? Ez még megtörténik. Részemről is, meg mások részéről is, még ilyen kapuba kiülések, de ez inkább a vasárnapi, ünnepnaponi napokon történik meg. Ez még meg is. A beszélgetés is. Mindenképpen beszélgetünk egyikkel, másikkal, rokonokkal, barátokkal, de valahogy ez az összetartás is, visszatérve egy kicsit a régi dolgokhoz, régebb csak azt tudtuk, hogy ha jött a cséplőgép, oda kellett gyűjteni 14-15 szemét. Ezek kellett dolgozzanak, azoknak vissza kellett menni. Tehát ez volt a régi kaláka, mondjuk a régi összetartás. Az asszonyoknál meg az volt, hogy összeültek fonni. Egyedül unatkoztak, összegyűjtették a szomszédokat, mikor egyik, de mikor másiknál, történtek efféle összejövetelek. Ezek voltak az ilyen társas dolgok abban az időben. Mai nap már fonni nem kell, szönni nem kell, kapálni nem kell, ezek mind eltűntek. De azért megy az élet tovább. András bácsi sosem vágyott el Vámosgál falváról? Nem csábította a nagy világ? Mert ma a fiatalok, ha csak tehetik, kikacsingatnak nyugatra, vagy kimennek az országból szerencsét próbálni. Nem, egyáltalán nem is volt semmiféle meggondolásom ebbe a tekintetbe. Én mindig meg voltam elégedve az itthoni sorsommal, szeretem a szülőhazámat, a szülőföldemet, és elégedetten töltöttem a szép kicsi életemet itthon. Húzát vittem a maromba, azt hittem, hogy örök húza, örök húza, édes Máli, szép élet a nagy lejár. Mint a kutya, bébújik a szarvajukba, de a legény, mint a kutya, bébújik a szarvajukba.
Szabó József Szabolcs vagyok, frissen végzett kertészmérnök, Vámos Gálfalván lakok, és jelenleg a Szapiencia Erdélyi Magyar Tudomány Egyetem növényorvosi hallgatója. A tanulmányt lehet-e végezni a gazdálkodás mellett? Mert én tudom, hogy van egy családi gazdaságotok is, és oroszlán részt vállalsz ebben a munkában. Így van. Ez minden héten kérdéses, hiszen mindig be kell osszam az időmet, hogy meg tudjak jelenni az órákon, de itthon is el tudjam látni a feladatom, hiszen a gazdaságban a legnagyobb része rám hárul, illetve az édesapámra, ezért mindig meg kell egyezzük, hogy ki melyik részt vállalja, akkor én meg tudom oldani, hogy eljussak az órákra is. Nagy területen gazdálkodtok? Összesen 10 hektáron, ez magába foglalja a 6 hektárnyi gabona termesztést, illetve 4 hektárnyi kertészeti kultúrát. Most, hogy végzett kertészmérnök van a családban, könnyebb a dolgotok? Vagy folyamatosan kell tanulni, és kell fejleszteni a tudást? Fejleszteni mindig is kell. 4 év alatt sok mindent megtanultam, de folyamatosan frissítenem kell ezeket a dolgokat, hiszen hatalmas információ került a birtokomba, és ezeket még nem tudtam teljesen rendszerezni, ezért még időre van erre szükség. De mivel adott kultúrákat termesztünk, szakosodunk, és ez évről évre jobban rögzül a tudásunkban. Pontosan milyen kultúrák vannak? Miket termesztetek? Elsősorban burgonyát, pityokát termesztünk, körülbelül 2 hektárnyi területen. Ez a fő kultúra, ami a bevételünk nagy részét jelenti. Emellett különböző gyökérzöldségféléket termesztünk, magába foglalja a sárgarépát, pasztinákot, petrezselymet, illetve a nyár bizonyos szakaszában csemege kukoricát is termesztünk. Ez is egy jobb bevételi forrás. Emellett a tormát is kipróbáltuk a tavaly, az is nagyon megfelelt. Káposztát is termesztünk, és a többi területen gabonaféléket. Milyenek a talajok? Mennyire minőségi a föld itt Vámos Gálfalván? A kükülő öntés területe az nagyon megfelel mindenféle kultúrának, hiszen nagyon jó talajszerkezettel rendelkezik. A környező dombok területén vannak olyan területek, amelyek nagyon kötöttek, viszont itt is viszonylag jó terméseredményeket lehet elérni. Értékesítési gondokkal küzdködtök-e? Vagy ha jó minőség a termék, akkor mindig van piaca? Igyekszünk arra, hogy a termékünk mindenképpen jó minőségű legyen, de vannak riválisaink, úgymond, hiszen nem csak mi visszük a piacra a zöldségeinket, hanem más is, és mindig az ár meghatározásában problémák vannak, hogy ki mennyiért adja a terméket. Mely piacon értékesítitek a terméket? Mi a Dicsőszemmártoni zöldségpiacon értékesítsük. Megtudtuk, hogy az idén felújításra kerül a piac, emiatt március végétől bezárják a piacot, és valahova áthelyezik, még egyelőre nem lehet tudni, hogy hol lesz ez a hely, és hol lehet továbbra is értékesíteni a záróinkat, ezért egy kicsit ez idegesítő, hogy nem tudjuk, hogy mi lesz az év folyamán. Más városokban nem gondolkodtatok? Vagy ez egy stabil hely a Dicsőszentmárton? Én úgy gondolom, hogy ez egy megfelelő hely, hiszen el tudjuk látni a dicsőiek szükségleteit, ezért nem kell máshova menni, hosszabb utakat megtenni ahhoz, hogy eljuttassuk más városokba az áruinkat. Meg lehet ebből élni? Mindenképpen meg lehet. Nem gazdagodik meg az ember belőle, de minden nap egy plusz bevételt hoz a házhoz. Nagyon sok fiatal itt Vámos Gálfalván is a külföldben látja a jövőt. Mit tudnál mondani azoknak, akik csak ezt az egy lehetőséget látják, hogy miért érdemes itthon maradni? Mert én tudom, hogy neked is lenne lehetőséged, vagy volt lehetőséged, hogy külföldre menj, és mégis választottad a gazdálkodást, az itthonmaradást. Nekem előnyömre volt az, hogy én ebbe beleszülettem. Az, aki most akarja elkezdeni a hozzám hasonló gazdálkodást, annak egy kicsit nehéz dolga lenne, hiszen meg kell törje maga előtt azt az utat, ami nekem már nagyjából megvolt. Én csak a tudást kellett megszerezzem ehhez, hogy korrigáljam a dolgokat, modernizáljam a gépparkunkat, és felhasználjam a további fejlesztésre. De az, aki most akarna elindulni, nem azt mondom, hogy nem lehetséges, de nehéz út van előtte. Pályázatokban gondolkodtok, vagy mindent önerőből próbáltok megvalósítani? Én igyekszem, hogy a saját erőmből állítsam elő a javaimat, ezért nem gondolkoztam azon, hogy pályázatokat célozzak meg. Ezzel műsorunk végéhez értünk. A Maros megyei Vámos Gálfalván készült összeállításunk második, befejező részét hallották. Én megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is a Marosvásárhelyi Rádió hullámhosszain. Sármási Bocskai Jánost hallották, a viszonthallásra. Thank you.
harmadszor.